Kedves csetényiek, kedves ünneplők! Advent második vasárnapján, amit bronzvasárnapnak is nevezünk, a második gyertyát is meggyújtjuk az adventi koszorón. Kiváló alkalom ez a mai nap arra, hogy átgondoljuk azt, hogy mit tehetnénk másokért. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Elég lehet egy ölelés, egy pár kedves szó is. Gyújtsuk meg a reményt mindazok szívében, akiknek a mi biztatásunk kell ahhoz, hogy újra erőre kapjanak. A mai gyertyagyújtás alkalmával beszédet mond Hajdú Ferenc, a Csetényi Református Egyházközség lelkésze, valamint a gyertyát meggyújtja Holler Imréné egyházi tag. Énekel a Csetényi Református Kórus. Fogadják őket szeretettel. Szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentett. Timinek a beharangozója olyan volt, mintha folytatta volna a délelőtti igehirdetésünket. Nem is tudott róla. És amit nem mondtam el délelőtt az igehirdetésben, azt gondoltam elmondom majd itt ma délután. A Galata levélnek a 6. fejezetéből a 7. és a 8. verseket szeretném felolvasni. Ne tévejegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Szoktál gondolni a lelkedre? Feltételezem, hogy a testi jólétedre, kényelmedre, boldogságodra, boldogulásodra minden nap gondolsz. De gondolsz-e a lelkedre? Szoktál-e gondolni arra, hogy mi lesz a lelkeddel, ha meghal a tested, ha már nem dobban többet a szíved? A testi egészségedre, vagy éppen betegségedre, fájdalmadra és nehézségeidre valószínűleg minden nap gondolsz. De gondolsz-e a lelked egészségére? Meg szokott-e fordulni a fejedben? Szoktál-e ábrándozni rajta? Nyilván a testi szükségleteidre minden nap odafigyelsz, legyen elegendő folyadék, étel, tisztálkodás, mozgás, gyógyszerek, akinek ez már kell. Lelked szükségleteiről hogyan szoktál gondoskodni? Ebben az adventben Isten felhívja a figyelmed a lelked hogy létére. Hiszen az advent tulajdonképpen a lelki elcsendesedés időszaka kell, hogy legyen számunkra. Mi viszont, mintha szándékosan megcsúfolni akarnánk Istent az adventi kavalkádjainkkal, amit teremtünk magunk körül. Szinte extrán felgyorsítjuk ilyenkor a mindennapjainkat, a teendőink listáját még meg is duplázzuk akár, hogy teljesen felkészüljünk az ünnepre, a karácsonyra. És talán pont a lényeget veszítjük el. Talán egyeseknek erős lesz, amit mondok most, de gondoltál-e már arra, hogy éppen a gonosz az, aki gúnyt akar űzni mindenből, ami szent? Képes megtéveszteni az embert azzal, hogy szentnek állítja be mindazt, ami eltereli a figyelmünket Isten igazi ajándékáról. Lehet, hogy a naivitás szólal meg belőlem, amikor azt mondom, hogy a születés előtt az édesanyja élete is lelassul, kicsit készül a teste, lelke a születés csodájára, és hát az advent is, hogyha párhuzamot hozunk éppen a születés előtti időszak, amelyben kellene, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy lelassuljunk, elcsendesedjünk, és felkészüljünk a születés csodájára. Mármint arra, hogy megszülessen bennünk Krisztus. Lassítás és elcsendesedés nélkül könnyen lehet, hogy a lelkünk, a lelked éhes és szomjas marad. Adventben is, vagy adventben kiváltképpen. Mint ahogyan Krisztus nélkül is a karácsonyod hiányos marad, akkor is, hogyha egyébként mindent tökéletesen elkészítesz. És fordítva, Krisztussal akkor is teljes az ünneped, ha a körülményeid korán sem tökéletesek. De térjünk vissza a lelkedre, őszintén. Hogy van a lelked? Van békességed? Van a körülményeitől független örömöd? Van üdv bizonyosságod? Van reménységed az örök életre? Van személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal, az Isten fiával? Van hited, amit meg tudsz osztani másokkal? Van mindennapi vezetésed a Szentlélek által? Van napi csendességed, amikor táplálod a lelked? Mivel szoktuk összekapcsolni adventet? Sorolhatnánk sok mindent, de mi lenne, hogyha adventet ma kicsit a békességgel kapcsolnánk össze? Advent, békesség, vagy advent, öröm. Advent, üdvbizonyosság, advent, reménység, advent, örök élet, advent, kapcsolat Krisztussal, advent, hit, advent, vezetés a Szentlélek által, advent, csendesség, elcsendesedés, amikor a lelkemmel törődök. Isten is a lelkünkkel törődött, illetve hát egész lényünkkel, amikor az ő fiát küldte ebbe a világba, hogy megváltson minket. Ne tévejegjetek, azt mondja az ige. Magatokat becsaphatjátok, de Istent nem tudjátok megtéveszteni. Magatokat ámíthatjátok, de Isten úgyis a szívetek mélyét látja. Ismeritek a mondást, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha csak a testi szükségleteiddel foglalkozol, annak úgyis a pusztulás lesz a vége, azt mondja az ige. De ha törődsz a lelkeddel, akkor a Szentlélek Isten meg fog ajándékozni téged is az örök élettel. Hadd kérelek arra, hogy szánj időt a csendre ebben az adventben. Szánj időt Istenre. Szánj időt a lelkedre. Gondold végig, mit is szeretnél igazán. Isten kész megelégíteni a te lelkedet, de azt csak a vele töltött időben teszi, az általa megszentelt módon és helyen. Ne feledd, ahogyan a testednek is szüksége van a napi utánpótlásra, ugyanúgy a lelkednek is szüksége van rá. Az ige azt mondja, ne tévejegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Szánd ezt az adventet a léleknek, és legyen jutalmad az örök élet. Ámen. Csendesedjünk el, röviden imádkozzunk. Istenünk, ebben a pár percben is, amíg itt álltunk és figyeltünk az elhangzó szavakra, gondolatokra, több minden is terelte a figyelmünket. Pedig itt azért vagyunk itt, hogy odafigyeljünk arra, mit üzensz nekünk. Hát még a mindennapjainkban, amikor rohanunk munkába, munkából, rohanunk boltba, boltból, tesszük az előkészületnek a feladatait, amiket előre elgondoltunk, megvalljuk neked, sokszor el is feledkezünk arról, hogy el kellene csendesednünk, hogy szánjunk időt a lelkünkre és a veled való beszélgetésre, csendre. Köszönjük, hogy erre felhívod a figyelmünket, és emlékeztetsz rá bennünket most. Ha tudjunk tudatosan elvonulni a mi belső szobánkba, az előttünk álló hetekben és napokban. És hadd legyen számunkra üdvösség és örök élet, az, hogy a veled töltött időben és csendben megismerünk téged és a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Urunk, szenteld meg a mi ünnepi készülődésünket és az ünnepünket, az egész életünket önmagaddal, hiszen te ajándékoztad magad nekünk. És add, hogy ne engedjünk semmilyen terelésnek, semmilyen olyan saját gondolatunknak sem, amely távol vinne minket attól az üzenettől, amit most hallottunk. Töltsd be minket, kérünk, a te lelkeddel, a te örömöddel, a te békességeddel, a te reménységeddel, benned való hittel, a te fiaddal, Jézus Krisztussal. Drága Úr Jézus Krisztus, kérünk, szüless meg bennünk, és te éltess minket. Ámen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Köszönjük szépen Hajdú Ferencnek a szolgálatát. Nagyon jó útravalót kaptunk a következő időszakra. Köszönjük szépen a kórusnak a csodálatos dalokat. Jövő héten a harmadik gyertyát főtisztelendő Horváth Lajos esperes plébános lobbantja majd lángra a katolikus egyház nevében. A szeretett vendégségre pedig majd a Bujka Néptánc Csoport fog felkészülni. Most pedig minden megjelentet az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubnak a tagjai várnak nagy szeretettel itt a kastély előtt egy kis vendégségre. Menjünk oda együtt, együnk, igyunk, beszélgessünk, töltsünk el egy kellemes fél órát egymás társaságába. Köszönjük, hogy eljöttek!